Rádol a fal disznajra. Jézus ereje, hát nem szégyelled magad? Jaj, more, ezt nagyon beraktad. Nekem az a furcsa, tudod, hogy ennyire lúgás. Szevasztok, fiúk, mi újság van? Jobbra, Gyuri, még jobbra. Láttam. Hello. Egy knock. Hol? Még egy knock. Azt kell. Egy kész. Jól lőtt, basztán. Azt nem találtam el. Nem volt jó. Megvannak, mehetünk tovább. Figyelj, mert ezt most megindulok. Mondom én. Pisti, meg vagyok vadulva, és gól! Jó napot! Na hoppá, sziasztok, szevasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel. Amire lehet készülni, az egy nagyjából 6 óráig tartott, tehát egy másfél órás Pinocchio stream. Úgyhogy hát nem is húzom az időt, mert hát semmi értelme sincs igazából. Amúgy se szólok nagy tömegekhez. Úgyhogy let's go! Ugye a prológust végignyomtuk. Legutóbb, pont lemaradsz, pont akkor tudnál lenni? Tehát a prológust lenyomtuk, úgyhogy itt kezdődik majd az igazi játék. Itt szerintem ki fognak derülni az okok. Ugye láttuk, hogy mi történt, hogy ilyen robot jelleggel feltámadtak a bábuk. Váratlan vendégeket szívesen látunk, nem ragaszkodunk a fogláshoz. Antonio vagyok, és ez az én szádam, üdvözöllek benneteket. Ó, már a találkozásunk pillanatában tudtam, hogy te Geppetto bábja vagy. Lehet, hogy van néhány laza csavarja, de Geppetto képességei nem csökkentek. Kár érte. Elment az Ellison Boulevardra, és soha nem jött vissza. Nem kerül elő hamarosan, új koborsót kell készítenünk. Köhögés. Talag tűzőre kell menni, sorfalat állni hatig. Hát, szomorúan hallom. De lehet, hogy még itt ilyen hétvégi streamek is befigyelnek, mi meglátjuk, hogy lesz szabad idő. Kérlek, keresd meg az öreg ember! És vigyázzál magadra! Vigyázzál ám magadra odakint, hallod-e? Hallod-e? Pinocchio. Na nézzük, figyelj, itt van. Hol vannak a ruhái? Itt. És akkor... Jó, oké, köszi azért, hogy beköszöntél, aztán jó legyen, vigyázz magadra, Runerka. És mivel ugye ezt itt jelmeznek hívja a játék. Tehát akkor előfordulhat, hogy ez csak külcsíny? A fehér jobb amúgy, de nem akarok defaultba rohangászni. Ez valami ilyen matrózós cucc amúgy. Gyorsan itt körülnézünk itt a hotelban, hogy itt mégis miket lehet intézkedni esetleg. Ugye itt a portás úrral már beszéltünk. De vannak még itt ilyen szárnyak. Hát mondjuk itt pont nincs semmi. Ó, ő lesz a kovács? Geppettót hallottam róla, de személyesen látni téged. Hűha! Ezt el kell vinni, Geppetto nálam hagyta. What is this shit?
Hoppá, hoppá! Mi ez, grappling hook? Légion kar. És akkor erre lehet ilyen ezerféle kiegészítőt majd rakni? Speciális felszerelés, amely a bal karra van felszerelve. Minden Légion armnak saját harci képessége van. A Légion arm mindenféle formára átalakítható. A módosításokat a Venigni Craft Machine segítségével lehet elvégezni. De akkor most ki van cserélve? Most nézzük meg Legion Arm, hogy ez egy teljesen más fajta. Tehát nem csak rákerült, hanem kompletten ez egy másik amulett az no fucking way. Viszont még mindig nem tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha az enemy életeleje ilyen fehér sávval lesz körülvéve. Ezzel majd magunkra tudjuk húzni? Vagy csak damage? Ez mégse grappling hook. Gyakorlás. Várjál, most elvileg, ha fehér, akkor megtántorodik? Nem látod? Most is fehér, ez csak azt jelzi, hogy közel van a megtántorodás. De csak light-tal ütjük, akkor mi történik? Hiába ütjük csak light-tal, ott semmi nincs. Ha rányomunk egy ilyet, kevés. Tehát a feble ártal meg tudjuk tántorítani, amikor fehér, illetve heavy attack-kel. Heavy attack-kel nem, kivéve ha fel van charge-olva. Lehet, hogy itt az a feltétel, hogy valami hirtelen sebzés. 5-10. Na és akkor ráment 1230. Tehát olyan 700 ráment még. Ezért lehet ezzel is megtántorítani. Ilyen 600 környékén megtántorodik, ahogy nézem. Akkor ez pofozni fog. Várj, nyomva tartom a kart, akkor mi van? Semmi. A támadást azt bárhonnan be lehet vinni. Jó. Nem tudom, ez az arm, ez amúgy ez ér bármit is? 76-ot sebez. Kicsit komolytalannak tűnik. És akkor ez ennyit? Két bámú van, rajtuk lehet gyakorolni. Oké. Okay. Ugye az egyik az... Ezen csak támadni lehet, itt meg gondolom lehetne perrizni is. Hoppá. Akkor ha védekezünk, de tőle nem kapunk damage-et. Per, itt azt lehet ügyesen gyakorolni. Hogy ütött mellé? Gyorsabb, mint gondoltam. Hoppá, hoppá, hoppá. Na így lehet osztani. Jó, akkor viszont most már szerintem mehetünk felfelé. Én azt gondolom, hogy itt végeztünk. Nem. Várjál, van. Ja, itt, ja, körbejöttünk. Jó, az más. De várjál, van itt egy galéria? Viszont lehet, hogy Choice-hoz vissza kéne még menni amúgy. Vele szerintem kellett volna még beszélni, akitől a kart kaptuk. Orosan zárva. Jó.
Nem tudom egy ajtót hogyan lehet szorosan zárni. Itt is be lehet kopogni vajon? Knock-knock. De várjál most, akkor ez úgy fog vajon kinézni, hogy mindig vissza kell ide jönni kulcsokkal és akkor nyitogatni az ajtókat? És akkor még egy pillanatra visszamegyünk ide a csajhoz. Mert nekem az első gondolatom az volt, hogy ő valamiféle kovács lesz, azt lecsekkoljuk. Már itt nem tudok élezni. Igen, már csak a hangja is, ez a kézművesség csak Geppetto kezéből származik. Te biztos valami más vagy? Egy egyedi kar magától Geppettótól, nem? Semmi kiegészítő. Ó, elfelejtettem bemutatkozni. Eugenie vagyok a műhely szövetségtől. Mindenféle fegyverhez értek. Geppetto mester biztosan egyetértene velem. Ha bármelyik fegyverednek szüksége van munkára, akkor nem tudom mi van. Értek a fegyverekhez. Akarod, hogy megnézzek valamit? Nézzél már meg valamit. Na, ha van egy holdkő, Eugenie segíthet a fegyver pengéjének feljavításában. A fegyver támadó ereje megnő, ha a pengét fejleszted. Néhány pengét csak egy speciális holdkővel lehet fejleszteni. Rejtett holdkő, mi az, hogy 0/1? Jó, erre mindjárt visszatérünk. És akkor fogantyú megváltoztatás. Semmit nem tudunk csinálni. De annyit tudunk csinálni, hogy szerintem van egy rejtett holdkövünk, csak be van vágva a leltárba. Szerintem azt ki kell venni. Jó. Tárolás használata. Jó. Ezeket magunknál tartjuk, és akkor most jövünk a hölgyhöz, és megkérjük, hogy légy szív, frissítsük a fegyvert. Ott is van, viszont nincs elég ergónk. 11-en lehetne növelni a damage-ünket. Na, fogadjuk megváltoztatással. Igen, crankset hozhatsz, hogy megváltoztatja a fegyverek markolatát. Minden markola tulajdonsága a karaktered alapértelmezett képességei alapján javul. Ezt a tulajdonságot és fokozatot egy alkalommal változtathatod meg a markolat módosításával, azonban mindig visszaállíthatod egy kiegyensúlyozott kurblival. Fú, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy értem, hogy miről van szó. Viszont ergo szerintem amúgy nincsen egy darab se. Töredékünk sincs, úgyhogy igazából most akkor ezt az egész sztorit ezt el kell, hogy engedjük. Akkor jövünk tovább erre. Aha, erre. Szóval lesz 200 ergónk, és visszajövünk ide. Ugye tudunk a csillaglesők között utazni, elvileg. Szóval ha visszautazunk ide, akkor rögtön fogunk tudni fejleszteni. Fakje! Mert ezt a karmódosítást annyira nem vágom. Vagy markolat. Világcsot azt fölnyomjuk. A fegyver fel van javulva. És akkor visszamenni nem is lehet. Csak utazni, vagy ki lehet nyitni az ajtót azért? Ki lehet nyitni? Csak azért van csukva, mert ugye nem is figyeltem, de akkor ez egy másik pályarész, és akkor csak betöltött ide. Nem egy ilyen átsétálós dolog. Anyád. Fekete nyúl testvériség. Pavancsolsz? Pavancsolsz?
Gondolom a fényt kerüljük el, nem? Ez ilyen videójátékos alapvetés. Már van akiket vonz a fény. Pillanat. Na, csillagleső. Na várjál, tárolás. Ezeket lerakjuk, mert nem tudom, hogy ez amúgy így foglalja a helyet a táskában, vagy sem. Majd mindjárt kiderül. Na, szóval, hogyha nincsenek lefixálva, akkor így azért már... Így azért már más akar. Így már azért működik, viszont... Anyád. Viszont ami még itt nagy kérdés, és nem tudom, hogy a kar az mitől töltődik fel? Ez lehet a nap kérdése. Dobócella? Arról még mindig nem tudjuk, hogy micsoda. Alapvetően viszont figyelni kell a karra. Nem szabad elhasználni potyára. Ezek azért egész jól el lehet boldogulni szerencsére. Nem vagy teljesen amatőr. És hát mondanom se kell, hogy itt mifelénk mi a helyzet. Bábú őrület. Na, és akkor mondom, hogy mi van. Akkor vissza kéne teleportálni. Sehova, bazd meg. Hát hova akarnánk teleportálni? Hát vissza kell sétálni. Erre, ugye? Viszont érdemes lenne gyorsan most megcsinálni a fej... Ami nem kellett a fényt elkerülni. Gyorsan most megcsináljuk a fejlesztést. Akkor már eleve nagyobb damage-en megyünk, és akkor elég lesz az a charge-olt heavy-etek ezekre a kicsikre. Talán, és nem kell az a plusza. Amit még oda-oda ütünk, mert az elég kétesélyes szokott lenni, hogy befér-e vagy nem. Északi bejárat, egy felhős reggelen. Tök jó, hogy már 20 perc és még nem jutottunk sem erre. Jó, tárolás. Nekem csak egy dolog kell. A holdkő. Szia, szép hölgy. Igen, ezt szeretném. Úgy, 200-ba kerül, hadd durranjon. Penge, plusz egy. Very good. Ezzel is megvolnánk, és akkor elvileg szerintem innen viszont én már... Nem tudom, hogy ide miért nem tudtam beutazni, de kiutazni biztosan ki tudunk. Visszafelé már nem kell futni. Amikor sokban van, a karaktered állóképesség helyreállítása azonnal csökken.
Az a baj, hogy ezeket a mechanikákat nekem sokáig tart mindig megtanulni. Mire felfogom, hogy mi ez és hogyan működik. Jó, és akkor erre jövünk. Ugye húzzuk. 4,90. Nem tudom az előbb mekkora volt amúgy. Na, ezek most így meghalnak. Vagy nézem kettőből. Na, pontosan ezt szerettem volna, hogy akkor ennyiből oldjuk is meg. Ez mennyi staminába kerül? Egy harmad staminá. Egy 30% staminából ezt ki tudjuk vitelezni. Igen, ez még mindig gond. Igen, ha az ajtó másik felét próbáljuk nyitni, az gond. Café House. A védekezést el ne felejtsük meg, a bőrit. Bőrizni kell. Kutyát miért nem kaptál? Ez a tróger. Menjünk ki. Lövöldözés távból. Mert rossz gomb. Jó, let's go. Nézzük a bátyát. Gyere már közelebb. Gyere már közelebb. Anyádat. Miért nem bírom ide húzni? Ez gond. Akkor most ugye a másik kérdés az az, hogy ez a HP ampulla, ebből van három. Most nem tudom mi a neved, ebből van nekünk ugye három. Ez mindig csak akkor töltődik, ha kifogyott? Tehát ha van még kettő, akkor a harmadik nem kezd el visszatöltődni. Ez mi? Ez egy védelmi alkatrész. Ez olyan volt, mint egy kis felhúzó tekerő. És akkor azt hol kéne... Itt, védelmi alkatrész. Aha, itt van. Rögtön elől. És akkor most van ez, előtte volt ez. Várjál most. Ez van, a jobb oldali van rajtunk. A súlya rosszabb, a sebzés csökkentés arány viszont jobb. Jó. Nem tudom, hogy ez mennyire hat ki a mozgásunkra. Mondjuk elég furcsa, hogy ugyanazt a mozgást kapja a karakter, ahogy én nézem, szerintem tökéletesen ugyanúgy mozog. Szó szerint le van lassítva, és ez a megoldás. Ami furi egy picit nekem, tehát nem az van, hogy nehezebben mozog, ugyanolyan könnyed, csak lassabb. És bazd meg! Kibírt a talpon. Úgy volt, hogy ide rakták a sarokra. Hát gondolom itt le lehet esni, nem? Nem sok híja volt. A demónál még amúgy annyira nem szippantott be ez a játék. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még itt. Mennyire lesznek szopatós bosszok. Most amúgy így egész jól el vagyok vele. Azt mondom, hogy nem rossz.
Hát nyilván ugye a demónál az is ott volt, hogy nem igazán vettem komolyan a dolgot, mert úgyis csak egy demó. Meg akartam nézni. Ez egy shortcut? Az a baj, nem tudom fentről megállapítani, hogy... hogy hol vagyunk. De igen, ez határozottan egy shortcut. Viszont tetszik, hogy a légiós karjával kapaszkodik. És úgy csúszik. Ha már vasbu van. Hey, te mekkora vagy. A bánat rágja meg a füledet. Anyádat! Kicsivel korábban kellett volna, ezt nagyon elbénáztam. Attribútum ellenállás, ampulla, dimergó töredék és még valami csillag töredék, vagy mi az ez? Szóval ez a három hír, ez nem tudom, hogy idővel gondolom, hogy növelhető lesz, de ez most így keservesen keserves. Ugye a dodge is úgy van, hogy csak akkor működik, ha timingolsz. Ami... nem tűnik annyira meglepőnek. De ez is olyan jó, hogy nem csak egy szúrás lett. Anyád! De honnan? Várjál, mert... de mert nem látok semmit, meg amúgy is rossz gombot nyomtam. Jó, hát nem pont így terveztem. Most ezt... hát beszívtam csúnyán, de nem láttam őket. Még most sem tudom, honnan kerültek ide. Ja, hogy rögtön így. És akkor őt viszont nem tudom a hukkal se behozni, vagy behúzni. Anyád, hogy a második ütés mellé ment, azt hittem, hogy lelő. Ja, iszonyatosan figyelni kell a sarkokra. Megöl! Hát... közel volt. Éles cső! Bassz meg! De mindig is vágytam egy éles csőre. Szóval itt most vissza kell jönnünk, mert van ott egy kis sunyiság, látjátok? Ott a párkányon. Sőt, itt bent is elmaradt még valami. De figyelni kell amúgy a sarkokra. Attribútum ellenállás. Ez vajon ez mit akar jelenteni? Attribútum ellenállás. Átmenetileg növeli az attribútum ellenállást. És speciális ampulla, amely egy bábú attribútum ellenállásának fokozására készült. Használatkor növeli a túlmelegedéssel, az elektrosokkal, a romlással. A romlással és a romlással szembeni ellenállást. A robusztus védekezés néha jobb, mint a támadás. Az ellenálló ampulát azért fejlesztett ki, hogy növelje a bábuk abnormális állapotokkal szembeni tűrőképességét. Na hát így már értem, bazen. Hát ezt kell mondani akkor.
Tehát, hogyha valaki ilyen... Ilyen bármilyen ilyen speckós, sebzéses dologgal megtámad, akkor azt be kell nyomni és jó lesz. Kaptunk egy ilyen elektromos élezőt is. És akkor itt most... el vagy le? AP-m az továbbra sincsen sok. Fú, de jó lenne hátba szexuálni. Az puskás fönt, mi? Nem? Látok, elmegyünk szerintem. Elmegyünk egyszer le, megnézzük, hogy itt lent mi van. Halló? Megmondom őszintén, én azt képzeltem, hogy lejövünk, és akkor itt fogjuk tudni nyitni a shortcutot. Sőt, én még mindig azt hiszem, hogy valahol itt lesz az a kapu, aminek a túloldala megrázott. Picit rövid lett megint. Rejtett holdkő. Akkor most, hogy van még egy... Aha, itt is vagyunk. Ha van még egy rejtett holdkövünk, akkor megint fogunk tudni menni fejleszteni? Így is van. Viszont bocsánatot kérek, mert nem annyira figyeltem. Azt valaki meg tudja mondani, hogy mi a franctól van lent ennyire a HP-m? Ugye megnézzük, milyen tárgyaim vannak még. Hát ha találunk valamit, ami jó lehet HP-ra. Idegenesen megvédi a Death Ergo-t, amikor találat éri. Fogalmam nincs az mi. Ja, ezzel lehet tölteni a kart. Attribútum. Tisztító, ellenállás, ampulla. Dobálózó tárgyak. Hát igen. Dassist elnevezés. Viszont meg fogunk halni. Az lehet, hogy probléma lesz, nem? Nem akarom újra végigverekedni magam itt mindenen. Lehet, hogy... De akkor ebben, ha ezt kaptam az előbb is. Ilyenkor amúgy rajtam van ez a sok, vagy nincs rajtam, vagy ilyenkor mi történik? Úgy dobálja, viszont messze van, hogy elkapjam. Ne! Valamiért nem tudtam eldodzsolni. Most gondolkodom, hogy hogy legyen. Mert az item az amúgy nálunk van. Az item az nálunk van, az ergót azt nem fogjuk. Elbukni, ha elutazunk. Nem, az ergó az bármikor felvehet. Nem tudom, hogy most el kell érte menni instant vagy sem. Azt sem tudom, hogy most ide megéri-e felmászni. Nem másznak fel, ugye? Jó. Ezt kéne egyszer megbaszni. Finoman. Finoman, szárazon. Mert érdekes, hogy hílem se lett.
Aha, itt át kéne menni, ugye? De itt, itt voltak bent sokan. Itt volt az a buzogányos buzeráns. Sem látom, hogy ők hol vannak a többiek, de egy itt fekszik jobbra, azt már látom, egy meg az ajtóban. Gyerünk! Pikachu, téged választalak! Nagyon jó. Picit amúgy lassú a mozgás, sajnos. Már van még 400 ergunk. Az a baj, tényleg nem tudom, hogy az előző, az a nagy kapus shortcut az hol van, mert valószínűleg azt kellett volna használni. Várja, viszont akkor itt van az ergunk. Ott is van, igen. Lost ergo recovered. Lett egy hírünk is közben. Akkor nézzük meg még egyszer a tárgyakat. Lett egy rejtett holdkő. Tehát elvileg tudnánk még egyet javítani. Ezt lehet, hogy megejtjük. Ezek futnak utánam? Ne, ne viccezzünk egymás. A kurva anyádat. Én nem is arra akarok menni. Hello. Anyádat üsd le. Tehát amit használom a csillaglesőt, akkor ők ugye teleportíren vissza a helyükre. Így is van. Központi pályaudvar tér, ez pont a izé előtt van, nem? Ez pont a hotel előtt van. Nem. Oda a hotelbe nem tudunk beutazni. De ott van, Hotel Krat X, az külön van. Az külön van, mert az egy alap helyszín úgy tűnik. Ugye? Nézd, de nem lát. Kim van? Kim van a tag? Nézd, de nem lát. Gyorsan fejlesztünk még egyet a fegyón. Tudom, ezt nagy fasság állandóan visszajönni. De szerintem sokat számít itt az elején. Az a plusz kis sebzés. Nincs elég anyag. Ó, bazd meg, is már kettő kell. Akkor fuck you. Jó, akkor most el kéne menni, és... meg kéne találni azt a kaput, amit kinyitottunk. Várjál, ha a fegyver nullára csökken, akkor törik a fegyver. Az gond. És nem tudom, hogy innen lehetséges, hogy visszább volt még az a hely.
Lehetséges, hogy itt volt egyből a sortka. Vagy teljesen hülye vagyok. Addig nem mennék tovább, mert nekem úgy rémlik, mintha itt rögtön elő lett volna, de... De nem. Nem, viszont biztos, hogy nincsen messze. Tehát az, az nagyon korán volt. Jöttünk és egyből itt volt valahol. Anyád a tüzslete. Gyász! Ez a shortcut, ez itt nekünk nem elég short. Itt lesz bent. Azaz, bökjön, bökjön, suhincs, lágjad! Előtte miért nem tudtuk ide húzni? Túl messze volt vajon? Jó lenne, ha ez a húk is úgy működne, hogy amilyen távolságból tudok lokkolni, onnan már menjen is. Hol a faszomban láttam én azt a kaput? Jó, hát itt semmi értelme felmenni. Vagy ez is shortcut? Vagy alapból itt mentünk fel, az a baj, már nem emlékszem. Nem, ez az út. Itt ha fölmegyünk, akkor szembe megyünk mindenkivel, tehát ezt... el kell felejteni egy az egyben. Csak kell menni oda tetőre, és akkor lehet be kéne inni egy ilyen attribútum ellenállós ampullás dolgot. Na, menj fel! A lámpa az be van kapcsolva. Aha. Nem nagyon tudom így ránézésre megállapítani egyébként, hogy ége. Ha ég és lekapcsolom, akkor nyilván teljesen egyértelmű. Mondjuk ha már visszamentünk, bőven léphettünk volna a szinteket is. Nem tudom miért nem tettük meg. Lekaszaboljuk és egyből rámegyünk a jobbosra. Vagy nem. Oké, szerezd meg. Szerezd meg! Illag töredék. Oh yeah. Isten hozott. Anyád, hogy mellé suhintott, te jó Isten! Akkor most elvileg itt kéne jönni föl. Itt mi a tökömet fogok csinálni? Még én magam sem tudom. Mert azon az oldalon dobálnak, ezen az oldalon dobálnak. Nem bírom lehúzni.
Ennyit tehetek, hogy elszaladok. Anyád! Egyszer találd már el! De itt nem dobnak meg, de ott fent is van egy rohadék. Persze, hogy dobál. Rohadjon meg. Ki az, aki? Ja, hogy itt jöttem ki az előbb is. Jó, oké, most már tudom, hol vagyok. Egy picit eltévedtem. Dobja kérem! Dobja kérem! Úgy is van, köszönöm. Velük meg úgy tűnik, hogy nem is kell foglalkozni. Jó, hála Istennek, megy a levegőből lokkolás. Ez gond. Lehet. Őt is vajon, vagy csak dobálja ezt a sokszá? Dobócella. Azt is ki kéne próbálni, hogy mi. Égjós magazin. Figyeljetek, ezeket el kéne kezdeni, alapvetően én azt gondolom, el kéne kezdeni bepakolászni. Na, itt van ez. Felszerelhetnénk ezt a cellát ide. Mellé, ez lenne a ballos. Ez biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ide jobbosra felszerelhetnénk egy, nem tudom, mik vannak itt? Termit bomba, nagy teljesítmény akkumulátor, amelyet el lehet dobni, elektromos villámsebzést okoz. Jó. Ezt is el lehet dobni? Nagyon jó. Ezeket a dobálós cuccokat berakjuk ide. Jó. És akkor most... Ez nem sokat tölt amúgy. Csak ezzel lehet az ármat vajon visszatölteni? Nem sokat tölt a karba, úgyhogy a kart azt nagyon okosan kell használni, én úgy látom. Hű! Azért van gond a szemével. Hogy a faszomba szúrt mellém? Ilyen közelről. Ki érti ezt? Honnan jött ez? Várjál valami. Hű! Menjünk csak vissza nagyon gyorsan. Hát mekkora egy mocskos állat volt már az ottan. Eljön. Hú, ez nagyon furi basszus, hogy ennyire rövid a fegyója. Nem egy utacsi. Ergo az már van dögivel, és akkor most essünk ide be. Mi lesz, ha ide beesünk? Lehetne még rádobni vajon? Sok HP-n van.
Nem nagyon akart letérdelni a nagyságom előtt. De meg kell élezni a kiskésit. Most! Persze, hogy el se éri. Megöl? Azt hittem, hogy ezt még elbírom blokkolni. Hát az a baj, hogy most... faszom, itt valahol... Valahol itt el vagyunk maradva a shortcut-tal szerintem. Azt mondd meg nekem... Miért nem... Miért nem töltődik vissza a heal? Persze! Üssél meg! Nagyon fontos, feltétlenül muszáj. Ez így problémás lesz most így újba végigmászni. Már nincsenek meg az eldobható motyóim se. Az csak egy, nem tudom, negyed-harmad HP-t simán leszettem az eldobható cuccokkal. Gyerünk. Az furi volt, hogy nem bírtam megtántorítani azt a nagy melákot. Ugye volt egy ilyen pushom, amit direkt erre hegyeztem ki. Hogy ott akkor meg lesz tántorítva, és akkor minden fasza. Hogy az anyádba? Eldodzsoltam. Ez addig nem is... A heal addig nem is töltődik, amíg van elhagyott ergóm? Vagy ez most hogyan működik? Mert most hiába ütöm az enemiket, nem nagyon kapok vissza semmit. És akkor itt csak el kell futni. Kicsit sétálunk, hogy triggereljük, aztán futunk. Jó. Azt mondja, hogy... X. Ezért lehet, hogy ki kéne kapcsolni, amúgy ezt az átlokkolást, ebből lehet, hogy lesznek még gondok. Gyere hamarabb ide, mint a másik. De tehetetlen, te jó Isten! Hogyan kéne tudnom ilyen helyzetben healelni? Most ezelőtt egy kicsit értetlenül állok, az az igazság.
itt baszott meg, és akkor most csak lejjebb csökkent. Még mindig tudok ergót visszaszedni, csak kevesebbet? Így van, elvett egy valag ergót. Amit basztam ugye elkölteni fejlesztésre. Viszont még mindig ezen a gyarok, hogy most hogy működik ez a healing system. Mert így most gyakorlatilag újra kell jönnöm az utolsó csillaglesőtől, úgy, hogy nem tudok hílelni. Valami turpisság kell, hogy legyen a dologban. Jó. És teli belő bazd meg. Messze. Nyilvánvalóan teli belő, én meg hagyom. Most az ergóm az ugyanott van, ahol először meghaltam. Hátszá! Nem jó. Persze basszál már agyom. Akartam is kérni direkt. Persze, hogy miközben megcsákjázom az egyiket, a másik szétit. Ő már 0 HP-n van. Várjál, itt van valamennyi ergó. Ez most visszahozta akkor? Jó. Erre már közelebb egy kicsit. Viszont a heal még mindig nem töltődik. Viszont nem akarok visszamenni, mert ez egy az egyben azt jelenti, hogy ennyi ergóval, meg ennyi HP-val nem érdemes harcba bocsátkozni. Szexuálj, te rohadék!
Miért nem töltődik a heal? Nézzük meg, mik vannak itt nálam. Ergo, azt biztos, hogy nem fogjuk betörni. Az élet... vagy nincs olyan étel, tudj csak magam, hogy segítség. Igen, ha akar használni, amikor van visszaszerzendő halál ergo, csökkenti a találatból származó ergo veszteséget. Gemini modellt úgy terveztük, hogy az ergo... Etetni lehessen a fitel. Igen, azonban csak semmi gondol, ha ennek a modellnek van egy másik, még különlegességük, ne aggódjuk. Igen. Jó, hát ezt sem értem teljesen, de... ennek így nem tudunk neki menni. Mondom, azok most menjek vissza, és tök előről még egyszer? Mert ennyi HP-val hülye lennék neki menni. Hát én azt gondolnám, hogy csak kéne lenni amúgy egy izénak, nem? Egy shortcutnak itt még valahol. Nem hiszem, hogy ekkora körben kéne idáig eljutnom, hogy jó legyen a dolog. Kész vagyok. Karakter info. Nincs amúgy ebben valami tutoriál. Na nézzük meg még egyszer ezt a megvédi az ergót. Mi van, ha elhasználom? Visszaadja az ergót? Vagy amikor meghal... ja, hogy ez arra való, hogyha meghalok, akkor nem csökkenti az ergót. De healt még mindig nem vágom. Hát az most megint egy óriási probléma, hogy nem tudok healelni. De amikor meghalok, akkor nem kéne visszamenni? A hílelésnek maxra. De szerintem vissza kéne kapnom a három ampullámat. Meg kéne, hogy töltődjön. Olyan amúgy kicsit, mint a bágos lenne. De nem vagyok benne biztos. Jó. Meglepetés! Anyád! Mert már nem is emlékeztem, te rohadék! Most így beugrott, hogy megtámadott. Került itt felvenni a cuccot? Aha, és ugye... ja igen, ideiglenesen védi meg. Hát ugye ez már le is járt. Mindegy, most könnyen összeszedjük szerintem. Odáig már gond nélkül elmegyünk, valószínűleg. Persze nem akarom magam nagyon elbízni. Tessék, ott is van. Ugye megbasz. De nem is értem, hogy nem bírtam félre dodge-olni megint.
meg idejön, azt melléjük. Az a rohadék ölt meg, amelyik itt dobálózik most. Gyere ide! Hát ez amúgy... Hogy még ez a ráugrás se sikerült, ez így eléggé aggasztó. Hát most hagyjuk, vele nem is foglalkozunk, aki itt jön. Akkor megint az van, hogy megint ilyen nagyon kevés HP-val kell felmenni. Jó, jelentem, nem basztak meg. Viszont érdekelne a dolog, hogy most ilyenkor mi van, úgyhogy vissza kéne szépen sunyogni. Most érdekes módon ja, bazd meg, hogy ez a kataliszt volt, nem a heal. Oh my god. Összekevertem, bazd meg, a dolgokat. Az volt itt a gond. Most az is gond, hogy itt megint meghalok, megint itt egy valagergó el fog veszni. Nagyon sanszos, hogy meghalok. Ez egy kemény csávó. Anyád! Gyerünk, hajj meg! A kurva anyádat! Hú, nem is volt olyan kemény a csávó. Ja, és javítani kell a fegyót, basszus, mert szétmegy teljesen. Hú, ez nagyon gáz, hogy a fegyvert is figyelni kell. Hát mindenben jó vagyok, de ebben nem. Ha értitek, hogy értem. Életamulett. Na, az első amulett. Verjét, hol van egyáltalán felszerelés menü? Itt van, amulett. Mert egy van, berakjuk. Megnyomja a maximális HP-t. Nagyon jó. Igen, a legkisebb pislogás is elég az, hogy a bábú megmozduljon. A bábúknak nincs életük, de ez elég az, hogy megmozduljanak. Most hosszabb lett a HP csíkom? Reméljük, és akkor... Honnan jöttünk, erre megyünk. Ó, basz meg, és itt a cucc. A csillagleső előtt haldokoltam. Na, használjuk ezt a szart nagyon gyorsan.
your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to go. Na. Hogy van a fejlesztés? Itt miért nem tudunk fejleszteni? Na mindegy, akkor ezt Edison Boulevardi házba esély, akkor visszamegyünk a hotelbe, és a csajnál akkor tuti tudunk fejleszteni, vagy... Ja. Ja, a csajnál fogunk tudni. Vertem valami bánatot. Itt a néninél tudunk fejleszteni. Ugye megnézzük előbb, hogy ennél a néninél amúgy mit tudunk intézkedni. Rejtett holdkőből egy van. Hogy működik akkor most ez a fogantyú? Sehogy, mert semmi nincs, úgyhogy nem is érdemes vele foglalkozni. Viszont megint ott tartunk, hogy nem tudom mire kéne húzni. Szintlépés. Fizikai tech plusz 11 only. Érdemes lenne a HP-t is tolni. Meg a staminát tolja. Na mindegy, most egyszer toljuk az atakot, mint a gép. Miről lehetne vele beszélni amúgy? Most nem fogunk vele beszélgetni, de lehetne. És akkor szépen elutazunk. És akkor megyünk tovább. Ez, hogy betöltődik Pinocchio orra, zseni ötlet. Na. És akkor most mindjárt kiderül, hogy hát itt neki, vele is lehetett volna bizniszelni, figyeld. Nem is tudtam, hogy itt még él valaki. Tudom, mire gondolsz, de én nem vagyok betörő, csak egy elhagyatott hátban húzom meg magam egy időre. Ne aggódj, nem fogok bajt okozni, nekünk túlélünk, hogy vigyázzunk kell egymásra. Csak hogy tud, ezt nem én loptam. Ahogy nála is itt lehet, vár, ez valami új cucc. Ez mi ez? Elektromos tekercs pálca fej. Tehát ez fegyó? Aha, igen, az. Eladni is tudnánk nála. Ő egy nagyon, nagyon komoly bizniszman. Én úgy látom. Hát akkor ez ennyi, akkor itt csak tovább kell bandukolni, aztán annyi. Várj, ide bejövünk a pisztolyász mögé. Obo machine. Jó, és akkor most jött el a pillanat, hogy itt hozzá kell nyúlni a játékbeállításokhoz. Hol van? Jár a játékmenet. Támadás irányának beállítása. Még ha rögzítés nincs is aktiválva, a támadás irányi támadáskor közeli célpont felé. Igen, automatikus rögzítés a váltás. A célpont rögzítése automatikusan megváltozik. Ne változzon meg. Ha meghal, újra szeretném lokkolni. Vagy hát az még mégis nem is gond. Azt nem lehet beállítani, hogy... Na egyszer kikapcsoljuk, megnézzük, hogy az élők között ne váltson az meg, mert ez... Most is a pisztolyosat be akartam csákjázni. Persze, kövessél csak.
eldodzsolok oldalra, akkor lekövet. Amikor itt állok vele szemben, a mellé szúr. Ki ez a csávó? Ki ez az ember? Itt áll fönn a bánat. Nem látta, hogy felmásztam? Na csá! Te singer! Anyádat üsd agyon! Visszahúzásból sebzett, az megvan? Ez mi? Ez mi volt ez a piros fény? De lehet esni, mert az nem lenne jó. Picit magasan vagyunk. Okay. Arra fogunk menni szerintem fixen. Ugyan ilyen hozott. Szerintem pillangó hívott minket is életre. Kövessük a pillangót? Megbasszuk. Megbasszuk a pillangót. Krat egyes részén időnként megjelenik egy dimenziós pillangó. Vonatlámpája képes észlelni a pillangót és pirosan világítva jelzi a helyét. Amikor a karakter rejtőzködő pillangó közelében van, az megjelenik. Bizonyos idő elteltével a pillangó eltűnik egy másik dimenzióban. Öld meg, hogy hasznos anyagokat szerez. Jó. Hogy erre jövünk tovább, és akkor... Várjátok, hát hogyha erre jövünk tovább, akkor előtt megnézzük a másik létre. Hittem, hogy itt ez lesz a vége. Várjál most, ezek a területek itt el lesznek amúgy vajon zárva egymástól? Mert most három létránk is van. Köhögés, köh. Anyád! Persze, gyere, támadj te is. Köhögölj már meg! Miért voltál ilyen rohadt kemény? Majdnem szétkapott. Ezt meg megütöm és felrobbam. Ja, ezt lehetett, gondoltam, hogy ezt lehetett volna ellenük használni amúgy. Jó, sokáig tart ezt a heavy-eteket felcsárcsolni. Jaj, be, az meg mindig rossz gomb. Workshop Union Standard szigetelési átalakító. Hát akkor ezt... meg is nézzük, ez itt alul valami, nem? Itt volt a második. Tehát ugye nehezebb, viszont mindenféle ellenállást
növel. Ami nem lesz annyira jó, mert majd valahogy kéne növelni a kapacitásunkat. Be van ott rejtve, hát a neki bukfenc ezek ott a dobozokon keresztül. Szóval elég sok ergo töredékünk van már. Egy kutyát meg lehet közelíteni? Vagy széljárás függő? Egy észrevétlenül oda tudok elosolni mögé? Ikrek végszerzeti védelme. Csak a kutya van itt? Hopp, a második rejtett holdkő. Tudjátok mit jelent. Kéne még egyet ütni. Az meg túloldal. Mert nincs hílem, itt meg van valami rohadt nagy genyó. Varys háttal áll. Ez nem is olyan rohadt nagy. Én attól félek. De nem, ahogy áll valakit jobbra, de szerencsére nem. De hogy ez akkor átütött, ebből még én is kaptam. Jó, mert a heal. Kis fa nem enged át, mi vagy? Nem. El kéne jutnunk még egy ilyen Illa vizébizéig. Anyád. Még egy csillag figyelőig. Akkor mára elég is lenne ennyi. Oké, ez nem volt rossz. De ez egy sunyi játék amúgy, bazd meg, így el van mindenki dugdosva. De kérdés az, hogy a másik létre, ami nem jöttünk le, az is idehoz? Csak nem láttam most. Hogy az más felé visz. Illetve itt fent, ja itt a kapu volt. Szerintem az pont bevisz, figyeld meg, az pont be fog vinni az egyik a kapu mögé. Vagy nem, ez az. Itt egyből hátra kell majd fordulni. Balra megyünk, megfordulunk és akkor úgy megyünk tovább a tetőn. Aha. Így van. Erre kell tovább jönni. Miért nem válaszol nekem? Ó, kicsim! Rögtön van itt egy másik létra. De miért van itt? De nincs mivel megdobni? De akadik. Jó lenne, ha meg tudnám dobni és be tudnám húzni magam alá. Rá tudnék esetleg ugrani.
Gyere ide! Na gyere! Helyes! Krat rendőrségi botfej! Ott is van. Jó, viszont azt meg a hílt se tudtuk megoldani, viszont ez a ráugrás ez jó volt. Várjál, mit írt a fegyverváltásra? Lemaradtam, most fel lett véve? Igen. Na várja, igen. Jó, tehát lassulok, mint az állat, de mivel váltok olyan fegyvert? Aha, jobbrával. Akkor figyelnem kéne arra, nem is tudom, most ki kéne találni, hogy most akkor hogyan fejlesztem, hogy ne legyek ilyen halál lassú a végére. Népet férka viszket, lehúzza a bőrt, és kék vér folyik. Vér, vér. Erre ide, kutyú! Oké, okay, nagyon jó, mehet is a híja. Ezt kapta ügyesen. Hoppá, ne ugorjál, nyisd ki. Fasza! A heal az még mindig csak az ablakban van. Ó, még egy sürgős javító eszköz. Betölti az új pályán? Nem, simán átsétálunk. Alkimista híd. Hú, ez a rész ismerős nekem. Ott van bent a Geppetto kocsiban? De ez egy ember. Emberekkel is kell harcolni, vajon? You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. You're the devil's puppet. Hey, Belzec, ez meg fog támadni. Anyád, milyen fegyója van? Curse
cursed puppet! Back again! Nem akarok én itt boss fightolni, fiam. De a kardod az tetszik, vagy... Nem is tudom, minek nevezzem. Őrült szamár, bazd meg! Keci, hallod? Hogy lehet egy... akkora fegyóval így mozogni? Hát és most merre kéne innen menni? Én azt se tudom. Innen jöttünk be, igaz? Erre jövünk. Remélem itt lesz egyből a shortcut. Csak meglőtt. De ez mi a faszom ez, hogy... Nem dodzsol ki előle. Anyád a dobáját. Ez a nagy az ilyenkor meghal, ugye? Ezek a minibosszok, vagy én nem tudom, hogy ez mi lehetett. Elpusztult, ugye ez a diótörő, vagy én nem tudom ki volt ez. Egyszerűbb kellett volna, hogy legyen. Itt tudtam volna átjönni. Bár így lehet, hogy jobb volt. Hú, megszopatott. Várjál, és ide... Ide amúgy be se jöttünk. Várj, és akkor itt... Áhá, ez az, amit föntről nem tudtunk használni, és akkor nem kell körbejönnünk, hanem itt le fogunk tudni jönni. Ugye? Nem? De, csak most értem, azt hittem, hogy ez egy kisfiú, bazd meg. Nagyon jó. Na, akkor erre fogunk tudni jönni. Tudom, hogy harcolni kéne evele, vagy az ergót elölteni. Azt sem tudom, hogy mögé tudnánk-e osonni. Nem. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Volt egy kivégzés, de nem adta be. Jaj,
Jaj, már ilyen rossz volt, így akartam. Anyád, ez mi volt? Bazd meg! Hát hallod, elkezdett ütni az egyik irányba, az fordult egy 180-at, mert mögé kerültem. Viszont akkor most... Aha! Jó, jó, jó. Itt van egyből a shortcut. Hát ez így kurva jó. Csak picit lassú. Nem tudom, hogy itt is ilyen töltési idők vannak-e, vagy mi van. Ezeket... lehet kerülni triggerelés nélkül, nagyon jó. Mi az a fej ikon? Ott bal fent vajon. Még arra nem jöttem rá egyébként, hogy milyen arányban lenne érdemes használni itt a dodge-olást, meg a védekezést. Jó, nem tudtam eldodzsolni megint. Nem volt ez rossz. Perrynek az ütemére kéne nagyon rámenni. Hát ez az a baj nekem ez tipikusan olyan, hogy ezt most tanulni kell. Hogy mozog. Ezek mellett elvileg simán kimehetünk. Nem tudom, igazából az ármot, a légion ármot rajta nem hiszem, hogy tudnánk használni. Mindjárt megnézzük. Annyival hosszabb a kardja, de legalább eltört. Már nem hosszabb. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Na! Mi? Most ez mi? És hol volt a kivégzés? Vagy csak hátulról?
Nekem jó. Nem jó. Anyád! Bassz meg! Hát ez éppen ott csak meg volt, hello! Kép basszott madness csacsi. Nézd, újra látjuk apukánkat. De várjál, most először öltünk embert? Ez fontos tisztázni, hogy ő egy ember volt, ugye? Idáig csak bábukkal harcoltunk. Vagy nem? Finally. We meet. Son. John. It's a dream come true. Seeing you, I understand why some people despise me. I invented the puppets after all. But in order for me to do that, I need to. Won't you help me? Igen. I want to hear. Hallani akarok mindent a tapasztalataidról, de most nem alkalmas az idő. Stalker kulcsával nyisd ki a híd ajtaját. Ezután szabadulj meg az őrjöngő báboktól, akik elfoglalták a városházát. Majd Walter Crandon találkozunk, ha végeztél. I want to hear all about. Jó. Figyeljetek, akkor szerintem kb. Ennyi lehet itt a dolog. Mindjárt megnézzük az öltözetet. Akkor itt már tudunk már fejre is húzni. Menjünk így csacsiba. Nem kell fullba tolni a kretént, nem? Ez hogy lehet így? A ruha amúgy jól néz ki. Fejre nem kell az a szar. Ezt az ajtót kinyitjuk. És akkor ott van a csillaglesünk. És akkor most végeztünk is itt, srácok. Annyi van, hogy még elutazunk vissza. Ha találszunk fegyvereket, próbáljuk meg itt használni őket. Fegyverek összeszerelése. Állítsd össze a fegyvereket Eugénén keresztül a szállodalban, hogy különböző területeken lévő csillagvizsgálóban. Válogass szét a fegyverek pengéjére, vagy fegyvereket pengére és markolatra, és rakd össze őket úgy, a karakteret, a harci stílusát az élő fegyverekké. Ja, új, bocsánat. Egy fegyver tulajdonságait, a markolat és a penge kombinációi. Aha. Ha szétszed a fegyvereket, azok nem lesznek felszerelve. Jó. A blade, és akkor itt meg lehet nézni, van tartóság, fizikai etek. Nézzük meg, érdemes a másik fogantyút választani. Ez nem sok mindent befolyásol, nem? Abszolút védelem, csapás esélye. Nem tudom, hogy most... Ez megmarad akkor. Megmarad ugyanilyennek, nem nagyon látom, hogy ez hogyan fog kijönni. Jó.
Be is tesszük az egyes slotra. Ha minden igaz, ugye? Gyakorlatilag szétszedtük és ugyanolyanra összeraktuk. Pont annyi van, hogy visszamegyünk még gyorsan a szállodába. Ott még felpluszoljuk a pengét erősebbre. És akkor majd egy idő után el kéne kezdenünk akkor figyelgetni, hogy hogy vannak a súlyok, hogy vannak a határok. Igazából itt a ruha nem is határozza meg a súlyt, csak a mindenféle felszerelések. Majd meg kéne nézni, hogy hol van a határ, hogy itt is vannak, gondolom itt is megvan az, hogy milyen osztályba esünk százalékos arányoktól, vagy százalékos arányok függvényében. Jó. Fogantyút nem tudunk változtatni semmit rajta. Fegyverek összeszerelése. Nincs is szétszedve, az nem baj. Aha, és nem tudom miért, de most már 4 healünk van. Az nem tudom, az a dolog mikor jött be, azt nem láttam kiírva. Irány a városháza, és akkor veszünk is egy érzékeny búcsút egymástól. És akkor majd innen folytatjuk a következő alkalommal, srácok. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok egyébként. További szép estét kívánok, nyugodalmas jó éjszakát, jók legyetek és szevasztok!